Úgyhogy most következik egy sztárinterjú a helyszínről, Baumstark Tibortól. Rio Ferdinand áll itt mellettem, aki elég nehéz helyzetbe került azzal, hogy kidőlt mellől egy újabb védő. Erről is többek között meg fogom őt kérdezni, illetve arról, hogy nem ilyen kemény meccsre számított talán ezelőtt. I think it was tougher than you expected. Azt hiszem, nehezebb volt ez a mérkőzés, mint arra számítottatok. Igen, azt hiszem, amikor idegenbe utazunk Európában egy Bajnokok Ligája mérkőzésre, nehéz mérkőzésekre számítunk. Ezekben az években, amelyekben játszottam a BL-ben, sosem találkoztunk könnyű meccsel idegenben. Keményen kell dolgozni, mindig a megfelelő módon, ahogy tettük azt ma is. Jól kezdték a mérkőzést, egy szép gólt szereztek, és megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, amikor felálltunk. Kicsit talán szerencsések is voltunk a másodikkal, de a második igazi minőségi gól volt. Két gólról beszéltünk. Nekem úgy tűnt, hogy a két játékos közös munkája, Rooney és Van Persie, brilliáns volt a mérkőzésen, te hogy látod mindezt? Igen, két fantasztikus játékosról van szó, úgy tűnik, hogy nagyon jól megértik egymást mozgásban, különösen a második gól, te egy remek passz előzte meg Rooney-tól, világklasszis játékosokról van szó, nagyon szerencsések vagyunk, hogy ott vannak ők ketten a keretünkben, de ott van például Csicsárító is, akik szintén tudnak játszani, előszóval sok opciónk van a támadó posztokon. Miként képzeled a különbséget a következő mérkőzésen a Newcastle ellen, hiszen hogyha jól tudom, akkor Johnny Evans megsérült. Azt hiszem, Evans rendben lesz, őszintén szólva. Szerintem csak óvatosságból cserélték le, hogy készen álljon majd a hétvégére. Nem vagyok benne biztos, hogy mi a helyzet pontosan, de ha nincs is rendben, akkor is vannak remek fiatal játékosok, akik meg tudnak állni. Csak még egy utolsó kérdés. Nem tud túl gyakran beszélni a magyar szurkolókkal. Van bármiféle üzenetet számukra? Természetesen folytassátok a szurkolást nekünk. Mi próbálunk értetek is szurkolni, szóval továbbra is támogassatok minket. Hogy mondjátok azt, hogy viszlát magyarul?